Ez a tól, amit láttad, ez gyakorlatilag egy magyar katonának, vagy magyar katona mellől került elő. Egy toll, amivel talán az utolsó levelet írták. Egy üveg, amelynek tartalmával egy beteget ápoltak, mellettük pedig névtáblák. Restaurált személyi tárgyakat, többek között gombokat és övcsatokat mutattak be ma a Nyíregyházi József András Múzeumban. Ez szerintem egy gomb lesz. A tárgyak idén tavasszal kerültek elő a földből. A honvédség ugyanis Németországból olyan információkhoz jutott, hogy 1944-ben 110 katonát temettek a Nyíregyházi Hősök temetője közelébe. Egy korabeli szemtanú segítségével egy lakóingatlan udvarán találták meg az elhunytak közös sírját. A tavaszi és a nyári exhumálások során 26 német és 14 magyar katona földi maradványai és az ő személyes tárgyai kerültek elő. A első dolog, amit a kezembe foghattam, egy nagyon pici, kb. 5 cm hosszúságú kohinór grafitceruza volt, amivel feltételezhető magyar katona a háborúból a családjának írt. Tehát ez méletlen, vagy hihetetlen élmény azért ilyen tárgyakat az embernek ennyi év távlatából a kezében tartani. Ezt is átadtuk. A földből a II. Világháborúban elhunyt katonák földi maradványai és használati eszközei mellett első világháborús névtáblák is előkerültek. A Nyíregyházi Múzeumban ezeket restaurálták és katalogizálták. Ezek most raktárba kerülnek. Mindig van a múzeumnak egy kiállítási koncepciója. Amikor első világháborús vagy második világháborús kiállítást szervezünk, akkor természetesen ezek számításba jönnek, előkerülnek. Hát nem akarok most ugni, de jövőre ugye trianoni év lesz. Valószínűleg az első világháborús műtárgyak előkerülnek, és így én úgy gondolom, hogy ezek is napfényre kerülhetnek. A Nyíregyházi Hősök temetőjébe először az első világháború alatt temetkeztek. A kutatások alapján kiderült, 14 nemzet hősei alusszák itt örök álmukat. Az idei exhumálások során az is kiderült, a temető a II. Világháború alatt nagyobb lehetett, és további katonák földi maradványai lehetnek a közeli ingatlanok területén is.